A biztonság hetét már 8. éve szervezi meg az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága és a Magyar Biztosítók Szövetsége annak érdekében, hogy felhívják az emberek figyelmét a balesetek megelőzésére. Idén az e-rollerek, a gyalogos és kerékpáros közlekedés kerül a programsorozat középpontjába. Székesfehérváron a Német László általános iskolában ismerkedhettek meg az alsósok a balesetmegelőzés minden aspektusával. Az országban minden vármegyében, illetve több településen kerül egy úgynevezett tematikus biztonsági nap megtartásra. Itt most mi idén a Német László általános iskolába jöttünk, és erre a rendezvényünkre a 9 alsós, tehát az alsós évfolyamból a 9 osztályt hívtuk meg. 9 helyszínt alakítottunk ki, amit forgószínpadszerűen teljesít a 9 osztály. A nap folyamán nem csak balesetmegelőzési feladatokat próbáltak ki a gyerekek, hanem belekóstolhattak a bűnmegelőzésbe, a kormányhivatal által a munkavédelembe, de megismerkedhettek a tűzoltóság, a Magyar Közút, illetve a Magyar Vöröskereszt munkájával is. Mi már ugye azt szemléltetjük, amikor már a baj van, tehát ugye az eszméletlen beteg stabil oldalfekvő helyzetbe helyezését, amikor pedig már valaki nem vesz levegőt, ugye akkor megtanítjuk a gyerekeknek az újraélesztést, és van egy új szimulációnk, a Heimlich-féle fogást tanítjuk, ami pedig a fulladást, tehát hogy kell a falatot kinyomni a mellkasból. Ez a 3 feladat van most itt nekünk. A biztonság hetében idén kiemelt figyelmet szentelnek a gyalogosokra, a kerékpárosokra, a mikromobilitási eszközökkel közlekedőkre, a segédmotoros kerékpárosokra és a motorosokra. Általános tapasztalt, hogy a közúti közlekedésben különösen ők szenvednek súlyos sérüléseket.